Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szombathely ma, ebben a hónapban utoljára. Október van, de már a novemberi programokra is koncentrálunk ma este, ebben a 3/4 órában, a műsor utolsó felében, harmadában a Szent Márton hét programjáról lesz szó. Megnézzük, hova érdemes ellátogatni kicsiknek és nagyoknak, hogy emlékezzünk a város szülöttjére. Aztán beszélgetni fogunk arról, hogy ma van a reformáció napja, 1517. október 31-ére fogunk emlékezni, amikor is Luther kifüggesztette a 95 tételét, hogy ez miért fontos és milyen hatása van a mai életre, mennyire fontos ma a reformáció. Ez is kiderül a ma esti műsorunkból. A műsor első felében pedig egy nagyon szép könyvet fogunk bemutatni. Itt lesz velem a szerző, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire sokat tettek azok az emberek, szombathelyiek, akik a világháború alatt, illetve a végén zsidókat mentettek, illetve egy kicsit utalunk a zsidó-katolikus konferenciára is, ami 2010-ben indult. Rögtön kezdünk. Mondd el fiadnak, ez a címe Kis Károly könyvének, ami a zsidó-keresztény megbékélésének jegyében született. Vendégem a szerző, jó estét kívánok, Kis Károlyt köszönhetem. 2010-ben ugyanezzel a címmel Mondd el fiadnak volt egy konferencia. Miről szólt ez a konferencia, miért volt fontos ez a konferencia? Nagyon érdekes története van. Valójában ezt a konferenciát a zsidók kezdeményezték. A Szombathely Zsidó Hitközség a most 101 éves Spigler Elemér bátyám megemlítette, hogy közösen kellene a katolikusoknak és a zsidóknak megemlékezni a holokausztról és egy bátor püspökről, a zsidókat mentő Kovács Sándorról. Ennek következtében levelet írt a zsidó hitközség a püspök úrnak, aki egy kedves levéllel válaszolva létrehozta, közösen létrejött ez a megemlékezés a püspöki palotában. Ezen a találkozón, amit Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi történelmi jelentőségének nevezett, közös megemlékezés volt múltunkról, arról az átkos múltról, aminek következtében 600 ezer magyar állampolgár, zsidó és zsidónak minősített ember vesztette életét. Ezen a konferencián a társadalmi élet kiváló képviselői, katolikusok és zsidók közösen emlékeztettek arra a múltra, közös múltunkra, amit nem szabad elfelejteni. Hisz a megemlékezés, az emlékezés, az egy vigasz is, ami nem engedi meg, hogy megfeledkezzünk azokról, közte a bátorig az emberekről, amit ez a könyv is tartalmaz, akik embereket mentettek meg abban a vészkorszakban. Nem törődve azzal, hogy valójában tettük, esetleg milyen következményekkel járhatott volna. Kezemben tartom ezt a könyvet, 1944, 2005, 2010, ezek az évszámok szerepelnek a könyvön. 44-et értjük, 2010-et értjük, 2005-ről nem volt szó, de akkor is egy hasonló konferencia volt. Ennek is a lenyomata a Mondd el fiadnak. Az nem újdonság, azt hiszem, hogy egy konferenciának lesz egy írásos dokumentuma, születik egy könyv. Ez a könyv mégsem csak a konferencia anyaga. Mennyivel több ez a könyv? Milyen szinten van Kis Károlynak köze ehhez a könyvhöz? Mennyire személyes, milyen személyes érintettség vezette ahhoz, hogy ezt a könyvet megírja? Nagyon érdekes története van. Házasságom révén hozzájutottam apósom révén, aki törvényszéki bíró volt, egy a Magyar Szent Korona nevében hozott ítélethez, amit 1943-ban tárgyalt a Szombathelyi Magyar Királyi Bíróság. Ebben a perben, melyet
a nyilas újságírók indítottak a zsidó származású kórházalapító Pető Polák Ernő igazgató főorvos ellen. Ebben az ítéletben lapozva találkoztam Görög Dénes egyetemi magántanár főorvos nevével, és kérdésemre, melyet az apósommal intéztem, és kértem, hogy vajon nincs-e valami hasonlóság vagy rokonság Görög Dénes és egy volt osztálytársam, kedves barátom, Görög Sándor között. És ekkor derült ki, hogy van, és ekkor tudtam meg a görög család tragédiáját. Aminek hatására a Vas népe görög család történetét lehozta, aminek következtében kutatások, következtében két ember a világ népeinek igaza kitüntetést kapta, dr. Puckberger József főorvos és a kőszegi verbiták házfőnöke, Őri Vakter atya. 2005-ben ennek a megünneplése, ennek a megemlékezése, melyek Kőszegen és Szombathelyen történtek, váltotta ki a nagy érdeklődést, és jelentkeztek olyan emberek, holokauszt túlélők, még élők, de azok leszármazottjai, akik már nem éltek, és kérték, hogy ezek az események az utókornak, unokáinknak, nem véletlen a könyvnek a címe, hogy mondd el fiaidnak. Az I betű azért került be, mert a zsidó hagyomány úgy szól, hogy mondd el fiadnak. És én úgy gondoltam, hogy el kell mondani a fiainknak, lányainknak, unokáinknak, hogy ne felejtsenek, mert a múltat nem szabad elfelejteni, bármilyen tragikus is volt. És tisztelettel kell viseltetni és megemlékezni azokról az emberekről, akik emberek voltak abban az időben, igaz, hogy kevesen voltak, de azért voltak, hogy ne felejtse el a jelen. És ezért volt az, hogy ez a könyvbemutató, amelyik a Városháza dísztermébe zajlott le, nagyon sok résztvevővel, és utána olyan leveleket kaptam, olyan értesítéseket, ami, hát, hogy mondjam, megérte, hogy ez a könyv megszületett. Több levelet is hozott magával, bocsánat, hogy közbeszólok, csak néhány címet mondjunk, akiktől kapott, és esetleg egy-két sort lehet idézni. Zrenjaninszka biszkupija, a Nagybecskereki Egyházmegye püspökétől, Németh Lászlótól, aki következővel zárja levelét: remélem, hogy ezen kötet megjelenése nem csak az itt jelenlevő ünnepi közösség, hanem egész nemzetünk számára fontos lesz. Nagyon jó eső érzés volt, tegnap kaptam egy levelet Budapestről, amelyik úgy szól, hogy kedves Karcsi és nagy családod, végre eljutott hozzám a várva várt csodálatos ajándék, megkezdtem olvasni, nézegetni, melyhez szívből gratulálok, úgy látom, jó pár hétig forgatom, olvasom és tanulmányozom. Hiszen nem tudom megemészteni, átélni, amiken én is keresztül mentem. Ez az asszony a maga 89 évével az após által menlevéllel megmentett, akkor már a szíve alatt hordta gyermekét, akinek a férje ez idő alatt Borban, az Ólombányában együtt raboskodott Radnóti Miklóssal. Ezt az apósát, aki megmentette három nővérét, megmentette feleségét, menyét és unokahúgát, feljelentették, hát igen,
ez is egy magyar szokás. A Gestapo elkapta, mert Wallenberghez kapcsolódva még mások életét is megmentette. Vallatás közben felakasztották, mert nem vallott. És ez a felakasztás a svábhegyi Gestapo központba végződött. Ennek az asszonynak a levele, amit úgy zár, hogy az, ami velem történt, velünk történt, azt nem lehet elfelejteni. Nem sok időnk van a beszélgetésből, de talán ez a gondolathoz szorosan kapcsolódik, hogy nem lehet felejteni, hogy ennek a története, ennek a konferenciának, ennek a könyvnek nem itt ér véget, illetve talán nem is ér véget, hiszen szeretnék a jövőben például emléktáblával is. Nagyon jó érzés volt, amikor ezen a könyvbemutatón megemlítettem, hogy ne csak a hősökről, hanem az áldozatokról is essék szó, és a legelső volt a felhívásra a Premontrei Gimnázium jelentkezése, akik jövőre emléktáblán fogják megörökíteni az iskolájukból elhurcoltak névsorát. 15 áldozatról van szó, akiket az iskolapadból hurcoltak el. Ehhez kapcsolódott a Kanizsai Orsolya leánygimnázium is, akik hasonlóan emléktáblával kívánnak jövőre megemlékezni. Ott is 15 névről van szó. És nagyon kedves volt, amikor azt kértem, hogy jövőre lesz a holokauszt 70. évfordulója. Ez szörnyű tettnek, hogy 600 ezer magyar testvérünkért, zsidókért és konvertitákért, katolikusokért, reformátusokért és evangélikusokért még Magyarországon nem szólt a harang. Ígéretet kaptam, hogy jövőre a 70 éves megemlékezésen Szombathelyen az országban elsőképpen meg fognak szólalni a harangok. Legyen így, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ma van a Reformáció napja, ezzel kapcsolatban folytatjuk itt a beszélgetést mindjárt a stúdióba, de előtte nézzünk meg egy rövid részletet a Luther című filmből. Krisztus evangéliumát nem tudjuk a nép kezébe adni. Dr. Luther! Dr. Luther! Grét, értettem. Mainz érseke igazolta. Honnan szerezted ezt? Göteborgban. A templomban vettem. Ez csak papír, Hanna. Nem ér az irat. Semmit. Ez mégsem jó. Isten szeretetében kell bíznod. A pénzt pedig költsd Grétére. Mainzi Albert, fenséges fejedelem, előjárunk Krisztusban és nagyra becsült hercegünk. Bocsáss meg, hogy zavarni nem hiszellek. Rászántam magam, mert kötelességem, hogy szolgáljalak téged, és figyelmeztesselek azoknak a gonosz praktikáira, akik a te kegyes nevedben lépnek fel. Krisztus nem a búcsú cédulák prédikálását parancsolta, hanem a hitét. Vidd ezt el Rómába! A keresztényeket arra tanította, hogy aki ad a szegényeknek, aki segít az elesetten, az jobbat cselekszik, mint aki búcsú cédulát vásárol. Ha megszabadíthat a kintól, miért pénzért teszi, és nem szeretetből? Jézusom, ki ez a Luther Márton? Fritz! Mi van? Luther azt szeretné, hogy mindenki lássa. Látni is fogják.
Kedves nézőink, 1517-re emlékezünk most, ekkor Wittenbergi vártemplom kapujára Luther kifüggesztette azt a 95 pontot, ami az ő tétele volt, vagy az ő tételei voltak, bár egyes feljegyzések szerint lehet, hogy rögtön nem is a várkapu volt ez látható, hanem levélbe küldte meg a püspökségre. No, de ez mindjárt kiderül. Beszélgető partnereim ma este Jakab Bálint református lelkész és Gregerszán Labossa György evangélikus lelkész. Jó estét kívánok! Jó estét. Picit talán pontatlan az én történelmi felvezetésem, vagy itt tényleg az a mondat hangzott most el, amit talán mindenki tud, az is, aki nem járatos annyira a reformáció területén. Mit kell tudnunk erről a napról, nagyon röviden egy kis összefoglalót. Mik ezek a tételek, melyek azok a legfontosabb pontok, amik a 95-ből most muszáj, hogy elhangozzanak? Hát azt gondoltam, az első tétel, amelyikben a reformátor, aki Ágostonos szerzetes volt, nagy tanítója a kora egyházának és a Wittenbergi Egyetemnek, a Biblia tanítója, hogy minden embernek Istenhez meg kell térnie és az életét át kell adni, ez az alapja az egésznek, és ebből indul ki aztán az összes többi, ami alapvetően egy vitairat volt. Tehát semmiféle olyanra nem kell gondolni, ami abban a korban teljesen egyértelmű volt, és volt ennek egy gyakorlata, egy kultúrája. Ez egy jellemző műfaj volt. Így van, ez egy műfaj volt. Az, hogy végül is ekkora lángot borított, vagy ekkora láng lett ebből, és a reformáció elindult, az nyilván azért volt, mert nagyon érzékeny kérdést érintett. Ez pedig a bűnbocsánatnak a kérdése, a bűnbocsátó céduláknak a kérdése, aminek az volt a lényege, hogy pénzért bevezette a római katolikus egyházak késő középkorban azt, hogy pénzért bizonyos bűnöket el lehetett engedtetni az egyház közreműködésével, és hát ebből egy ilyen vallásos üzletág alakult ki. És hát a reformátor római utazásán túl van, és visszatér Wittenbergbe, és a Szentírás alapján egyébként nem elsőként a történelemben, hisz az előreformátorok ugyanezt fogalmazták meg Husz János és még jóval korábban az egyházban, csak azokat sikerült úgy elhallgattatni így, úgy, amúgy. Eljött az idő itt az újkor hajnalán, hogy ez a kérdés előkerül Európában, és gyakorlatilag az egyház megújítása, szerinti a szó kezdődött el, ami hát egy valóban végigsöpört az egész akkor ismert nyugati világon. 95 pontból ez a legfontosabb, de melyek azok a főbb részek még, amik tényleg megváltoztatták azt a fajta szemléletet, amit akkor addig még csak a katolikusok képviseltek? Vagy mennyiben volt attól eltérő? Igazából súlypontok kerültek, teológiai súlypontok. Érdekes, hogy a reformációról keveset beszélünk, nem nagyon nyúlt hozzá az egyház szervezethez, nem nagyon nyúlt hozzá a jogi alaptétel, az egyház jog alapkérdéseihez. Itt tényleg hitviták voltak, teológiai alapkérdésekről. Mai a 21. század elején nem is nagyon értjük, hogy ezek miért voltak olyan fontosak. Próbáljuk mint ahogy nem. Nyilván nem lehet belemenni most nagy dolgokba, de csak úgy érintőlegesen. Luther számára, ugye, illetve az egész reformáció számára az említett kérdés mellett még egy nagyon fontos volt, hogyan lesz igaz az ember Isten előtt. Ez az úgynevezett megigazulásnak a tana, és addig az volt, hogy hatalmas dolgokat kell az embernek tenni. És Luther, és a későbbi reformátorok is, mert voltak neki kortársai, tehát ő nem egyedül volt, ő, hát hogy mondjuk, ő volt az ugartörő, de azért mellette ott voltak, és mögötte ott voltak azok, akik finomították a vetést, ugye, hogyha egy hasonlattal akarok érni. Szóval Luther számára ez volt a kérdés, hogyan találok én egy irgalmas Istent? Mert addig az volt, hogy nekünk itt vezekelni kell, korbácsolni kell, böjtölni kell, és a többi, tehát nekünk nagy teljesítményeket kell. És akkor Luther a Szentírás pont Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele alapján eljut addig, hogy az Isten kegyelme az ingyen van, azt nekünk el kell fogadni. Ingyen, de nem olcsón, mondják azóta. Tehát Luther eljut eddig, hogy az Isten kegyelme ingyen van, minden bűnösnek van megtérési lehetősége. És hát megint mondom, ezt egy ilyen rövid tévéműsor nem alkalmas arra, hogy ezt az ember aprólékosan kifejtse, csak hogy olyan kérdések mentén, amelyik látjuk, hogy ezek a hitkérdések igazából aztán egy új világot alapoznak meg. Ez együtt járt azzal természetesen, hogy már a reneszánsz megindult. Tehát ugye egy alkalmas időpont, mert úgynevezett reformációja az egyháznak a kora középkortól, vagy az ókor végétől már megindult, tehát ott a nagy egyáltalán, Augustinus, hát igazából egy hatalmas reformátor, aki összefoglalja a maga módján
a későbbiek és aztán a valdensek és a többi, akikről keveset tudunk, akik otthonosak az egyház történetben, azok vannak igazából ebben egy kicsit otthonosan, hogy ez nem egy különleges, csak a történelemnek az a pillanata, amikor átütött ez a fajta igény, ahogy Stefan Zweig később nevezi később a történelemnek, vannak csillagórái, hát ez is a történelemnek egy ilyen csillagórája volt. Ez akkor csillagóra volt, ma mit jelent Luther? Illetve a reformáció. Ezt is a kedves nézők is tudják, vagy sejtik, de egyre többet fognak arról hallani, hogy hát 2017-re készül a világ. Elsőbb a protestánság, de mondhatjuk az egyetemes egyház, mert azért azt tegyük világossá, és ma már ezt azért a progresszív római katolikus teológia is így tanítja, hogy a reformáció az egyház megújítása volt. Nem egyszerűen arról van szó, hogy itt valami szakadás nem szakad, igen. és egyebek, hanem az egész egyház, és ezért mi mondjuk bátran és hirdetjük is, hogy ez az egyetemes egyháznak az ünnepe. És azt hiszem, hogy efelé tendálgatunk, és az 500 éves évforduló legalábbis ezen a területen biztos, hogy fog hozni valamiféle közeledést, meg egyfajta ennek a szemléletnek a megerősödését. Uh-huh. Én nagyon jó reménységet tekintek az új római püspök, a pápa személye kapcsán is erre. Tehát az 500 éves évforduló ez egy nagyon jelentős dolog lesz, és itt Magyarországon is, és itt Szombathelyen is számos készülődés van, hiszen itt van ez most már néhány év múlva. Nyilván ez a fajta megosztottság, ami a világban van, nyugat és kelet, nyugaton belül protestantizmus, most egy nagy családról beszélünk, persze ez nagyon-nagyon nagy halmaz, illetve a római egyház között, ez egy seb, ez egy fájdalma az egyháznak és a kereszténységnek, és ezért beszélünk ma már gyógyító emlékezésről. Tehát úgy emlékezünk, úgy ünnepelünk, hogy nem a másikat megbántjuk, nem régi dolgokat hánytolgatunk fel, hanem ez az ökumenizmus jegyében így van. Uh-huh. Még egyszer mondom, azért, mert a reformáció az egyetemes egyháznak az ünnepe. Tehát mit jelent ma? Ma ez egy kihívás, egyrészt arra nézve, hogy a reformációnak az alapvető értékeit, vagyis az, hogy egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem és egyedül a hit, ugye ez a nagy tételek, amiket aztán azóta is hát, kifejtünk, és ebből él a kereszténység és a protestantizmus. Ezeket felfedezzük együtt, mert ez mindenkinek fontos, egy ortodoxnak is, egy rómainak is, egy koptnak is, egy reformátusnak is, egy baptistának is. Csak ugye a lényeg az, hogy Krisztusnál a hozzávaló imádságban, a vele való közösségben kell ezt az egységet megtalálnunk, és gyógyító módon emlékezni. És ebben azért a 20. század vége, és bízom benne a 21. század eleje és a következő évek is sokat fognak segíteni, mert egyszerűen nincs más útja a kereszténység. Ehhez a gondolathoz kapcsolódik az a mondat is, hogy az egyház újra és újra mindig reformációra szorul, ami a mai ünneplés kapcsán hangzott el? Igen. Illetve mit jelent ez? Ez így van. Tehát tudni, szeretném a szót magát, egyetlen te. Mondattal megvilágítani. Reformare azt jelenti visszaigazítani, visszaformálni a Krisztus tanítására. Tehát, és ez örök. Hiszen Jézus Krisztus a tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, de a világ tegnap és ma és holnap nem ugyanaz. Erre utalt Ferenc pápa nem olyan régen, ha már említettük a Szentatyát, és bocsánat, hogy őt most ide ívom a szavait, hogy ugye azokra a hívőkre is szükség van, akik ma Facebookoznak, akik ma mobiltelefont használnak. A gyakorlatban mit jelent a reformáció ma? Hogyan lehet ezeket, mert nyilván gondolom a fiatalokat kell megint megnyerni, úgy, mint ahogy a katolikusok mondják, hogy az új evangelizációval elérni mindenkit. Hogyan történik ez a gyakorlatban ma? Igen. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy az ember, a modern, a keresztény ember használja a ma média kínálta lehetőségeket. Tehát nem attól vagyunk keresztjének, hogy bizonyos szinten, mondjuk vannak ilyenek az ámisok, nagyon szépen el vannak Amerikában, nem is rossz anyagi körülmények között is, nagyon komolyan veszik a hitüket, vagy mások, de ebben nem menjünk bele. Tehát arról van szó, hogy a reformációnak a mához szóló üzenet, hogy visszakanyarodjak, az pontosan arról szól, hogy az ember az örökké valóban mindig újra formálja önmagát a mindenkori jelenhez képest. Egy gyönyörű mondatot olvastam, hadd mondjam itt el, talán érteni fogják. Az örökkévaló az mindig időszerű. Tehát ami örökkévaló, az mindig időszerű, és az Isten kijelentése, a Biblia, és benne azok az értékek, amikből jövünk, ezek örökkévaló értékek, és éppen ezért mindig időszerűek lesznek, mert a világ változik, és mindig vannak ilyen nagy-nagy eseményei a történelemnek, amikor emberek képesek odaadni magukat, és mi ezekre hivatkozunk. Érdekes, hogy mi protestánsok, reformátusok, evangélikusok, és a katolikus egyház is érdekes módon mindig a mártírjaira hivatkozik, amikor a hitelességet keresi. Uh-huh. És mi is így vagyunk benne.
benne, hogy mindig azokra, akik a hitükért áldozatokat tudtak hozni, és valahol természetesen így össze, így van, pontosan. És ettől érdekes a reformáció, hogy a korban, amiben élünk, ha az örökkévalóra figyelünk, és onnan nézzük önmagunkat, akkor meg tudjuk fogalmazni a nagyon gyorsan változóban, azt hiszem erre egy lelki szükség is van, talán egy másik beszélgetés megérni ezt, hogy mit jelent ebben a gyorsan pörgő világban, ha van egy állandó érték az életünkben. Ami majd engem megtart, amikor éppen rendetlenségbe pontosan, keverem. Pontosan, visszaigazítom, reformálom az életet. Bocsánat, csak lelkész úr is szeretett volna mondani valamit. Igen, ha már itt a Facebook világ, meg a mai világ, az tudni kell, hogy a reformáció az egy ugyanakkor a forradalom volt, paradigmaváltás a technika területén, hisz a könyvnyomtatással. Ez egy megváltozott a világ. És most ugyanitt éljük ezt át, a gyakorlatilag a számítógép, az internet, a Facebook, az okostelefonok világában. Gyorsabban, nagyobb területre tud terjedni a gondolat. Így van, hát ugye nem véletlen az, hogy az internet az egy óriási lehetőség a misszió számára is, és az egyházak ezzel élnek is, mi magunk is, és a média is. Persze rengeteg kísértés, és nyilván a gonosz is jelen van, de ez egy lehetőség, tehát a jézusi parancs, a missziói parancs, ez mostanra is érvényes, és ezeket az eszközöket is használjuk, és ez valóban a reformációnak egy öröksége. Mindig ott, azon a nyelven megszólítani az embereket, amit beszélnek, persze úgy, hogy emeljük őket, és ne lemenjünk olyan szintre, ami lefelé húz. Ez egy nagy kihívás, és ennek igyekszünk is megfelelni, azt hiszem. Egy gyors záró kérdés, mennyire tudják ezt együtt ünnepelni a reformátusok, evangélikusok, gondolva arra, hogy elhangzott az, hogy az 500 éves évfordulót akár már az ökumenizmus jegyében ünneplik, vagy ezek teljesen különálló ünnepek a mai naphoz kapcsolódóan. Rövid választ. Ezt alapvetően közösen ünnepeljük, országosan, köszönjük. Igen. Országosan, és az 500 éves évfordulóra is éppen most alakult, hisz az állam is fontosnak tartja ezt, annak ellenére, hogy azért egy nagy római katolikus többségű társadalomról beszélünk, de fontosnak tartja azt, hogy ez Magyarországon, hisz azért a magyar kultúrtörténetben, oktatástörténetben, karitatív szolgálatban, és általában a magyar történetben azért a protestantizmus bár kisebbségben volt, de mégis óriási szerepe van az elmúlt 500 esztendőben. Tehát lesz egy nagy összefogás, és ez bízom benne, hogy itt Szombathelyen is látható lesz mindenki számára. Nem reformátusok, evangélikusok számára, ugyanúgy, mint kívülállók, érdeklődők számára. Ez egy feladat nekünk, és azt hiszem, hogy ennek meg is fogunk felelni. Hasonló kérdésem ide is, tehát mik azok a legfontosabb célok, amiket szeretnének elérni az ünnepnap kapcsán, illetve majd az 500 éves évfordulóra, illetve egyáltalán az egyről a kettőre lépés. Mert tudom, hogy nagyon nehéz, de hála Istennek elég sokszor találkozunk itt a stúdióban, és látjuk azokat a törekvéseket, amit a két gyülekezet szeretne elérni. Hogy látja lelkész úr? Hát én remélem azt, hogy lesz egy látványos dolog majd, ha eljön az 500 éves évforduló, addig is meg igyekszünk nagyon sok közös programba megjelenni. Az idei évben talán egy kicsit külön mentünk a történetben, legalábbis mi egész biztosan, hiszen jövő héten lesz szerdán Szabó István budapesti püspök úr jön a Berzsenyi könyvtárba délután 5 órától egy nagy ívű előadást. Ő Magyarország jelenleg egyik legjobb teológusa, tehát felekezettől függetlenül, és ő tart egy előadást, tehát igyekszünk ennek a reformáció ünnepkörnek egy tehát ez nem is egy nap, hanem inkább egy sorozat van, lehet. Illetve hát 9-én van egy jótékonysági koncertünk, amivel egy kárpátaljai, a nagydobronyi magyar liceumnak a segítségére sietünk azzal a bevétellel, amit összejön ez a református templomunkban lesz. Igyekszünk pontosan abban az üzenetben, ha az Isten velünk van, akkor mi miért ne segítsünk azokon, akik tőlünk távol vannak. Ez a 10. lesz egy jubileumi alkalom, honlapunkon is rajta van, illetve igyekszünk médiában is megjelentetni, hogy minél többekhez eljusson itt Szombathelyen is. Beszélgetni fogunk legközelebb arról, hogy mi mindent terveznek az 500 éves évfordulóra. Köszönöm szépen, hogy itt voltak ma este velünk, és ezeket elmondták. Köszönjük mi is. Kedves nézőink, mi pedig hamarosan folytatni fogjuk a Szent Márton hét program sorozatáról. Megtudhatják, hogy hova érdemes ellátogatni a jövő héten és az azt követő napokban. Most pedig magunkat ajánljuk. Vannak helyek, ahol jó lenni.
és vannak helyek, amelyeket érdemes elkerülni. De hogy milyen egy jó hely egy 2000 éves városban? Romantikus, modern, tágas, kedves, mosolygós, előkelő. Milyen egy élhetőnek mondott város, és ki mondja róla azt, hogy élhető. A Szombathely ma műsorában havonta egy alkalommal Szaváriáról beszélgetünk. Szombathelyi helyekről, ahol szerettünk tartózkodni, amelyekhez kedves emlékek fűznek bennünket, vagy éppen szeretnénk, ha más arcukat mutatnák nekünk és a városunkba látogatóknak. Várjuk a hozzászólásokat, véleményeket, látványterveket, ha éppenséggel valaki szívesen készít ilyet. Történeteket, ötleteket, rajzokat, fotókat, montázsokat és természetesen önt, kedves néző! Találkozzunk november 11-i magazinműsorunkban, és találjuk ki együtt Szombathely. Mert a legjobb, amit tehetünk és elérhetünk, a szombathelyezés. Október végén vagyunk, indul a november, jövő héten már Szent Márton hét, rengeteg programmal, kicsiknek, nagyoknak, amiről biztos, hogy tudunk, vagy emlékszünk, vagy mindig a fejünkben van a lampionos felvonulás, a nagy vásár, de hogy milyen kisebb, illetve kicsit talán eldugottabb, de mégis fontos programok lesznek ezen a héten, amire érdemes szerintem ellátogatni, ez mindjárt kiderül. Vendégem itt a stúdióban Priger Szabolcs, az Agora igazgatóhelyettese. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, szervusz! No, hát Szent Márton ünnep, ez már szinte rutinszerű itt Szombathelyen, és mindenki nagyon várja a nagy karácsonyi ünneplés előtt egy utolsó megmozdulása Szombathelynek. Mennyiben lehet megújulni mégis, mert gondolom a szervezőknek azért minden évben van egy kicsit az is bennük, hogy a hagyományokat ápolva és a jól megszokott programokat elővéve azért valami újat is mutathatunk. Hogyan gondolkodtatok, amikor szerveztétek az ideit? Így van, hát van ebben a Szent Márton hétben nyilvánvalóan egy hagyománytest tisztelet, hiszen maga az egész kultusz ugye a hagyományokra épül, és többfajta jelentése van, amire mindig figyelni kell a koordináló intézménynek, így most az Agora Szombathelyi Kulturális Központnak. Ugye van egy nagyon erős egyházi vonal, van egy nagyon erős kulturális vonal, és az elmúlt években ehhez azért folyamatosan hozzájött egy erős gasztronómiai vonal, ami elsősorban helyi éttermek kapcsán jött a történethez, és mindezeken felül meg van az egész Szent Márton ünnepnek, Szent Márton hétnek egy nagyon erős város marketing szempontjából fontos értéke, ami nyilvánvaló, különösen figyelve arra, hogy 2016-ban ugye évfordulós ünnepségek jönnek, Szent Márton születésének 1700. évfordulója. Ezt akartam kérdezni, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, hogy azért most az utóbbi hetekben, hónapokban ez nagyon gyakran előkerült, hogy erre most már figyelünk, hogy a pápát várjuk adott esetben. Picit rányomta jó értelemben a bélyegét az idei szervezésre? Az idei szervezésre talán még nem, inkább azok a szervezetek, intézmények, kultúrával foglalkozó intézmények elkezdtek nagyon komolyan gondolkodni így a város koordinálásával, hogy mi is legyen a továbblépés útja, amit te mondtál, hiszen ezért vannak itt nagyon erős, hagyományos rendezvény, de nyilvánvalóan egy ilyen volumenű történetben, mint ami 2016-ban lesz, ehhez mindenképpen fontos az előrelépés. A város megtette ezügyben a lépéseket, hiszen olyan külön irodák, személyek foglalkoznak a történettel, és nyilvánvaló az Agora Szombathelyi Kulturális Központ is ezzel lesz majd. November 11-e az ünnepnap, az emléknap, de már november 4-én elkezdődnek a programok. Menjünk sorba, szerintem a legfontosabbakat emeljük ki. Egy diaképes vetítéssel kezdődik, ha jól tudom. Így van. Szent Márton emlékek Szombathelyen, ez lesz majd az első programunk, de én inkább próbálnám itt tematizálni a dolgokat. Nagyon sok gyerekprogram van, ugye hagyományos módon nagyon sok gyerekprogram, a gyermekek házási kollégák évről évre mindig hozzák a Szent Márton gyermekprogramokat. Lesz majd Szent Márton vetélkedő gyerekeknek, lesz majd Szent Márton kirakó, folyamatos kézműves foglalkozások a gyermekek házában. És természetesen nem maradhat el idén sem november 9-én délelőtt a Szent Márton kirakó, amely most már hagyományosan minden évben egy
úgy gondolom az egész város által nagyon szeretett program, családoknak, gyerekeknek szól. Amikor a főtéren kitelepülünk, különböző kézműves játékokkal, foglalkozásokkal, népzenével próbáljuk a gyerekeket is bevonni a Szent Márton kultuszba. Talán őket az tapasztalatom az, hogy szerencsére könnyű megszólítani, sokat segítenek ebben az iskolák, adott esetben az óvodák is, akik a Szent Márton kultusznak ezt a libás vonalát talán erősítik, és a lampjonos felvonulásnál szoktuk még őket látni, tehát talán ők elég lelkesek és aktívan részt vesznek. Azt még hadd tegyem hozzá, hogy a szombaton van, uh-huh. és ugye így is nagy létszámot produkálunk évről évre, hogy nincsenek szombat miatt szervezett iskolai meg óvis csoportok, de természetesen a pedagógusok meg az iskolák is nagyon hatékonyan részt vesznek a Szent Márton ünnepben, hiszen amit csak általánosságban említek, és a programban sem mindenhol szerepel, nagyon sok iskola is különböző vetélkedőket, játszó programokat szervez. Amúgy is különben ez a november 9-i hétvége lesz majd az egész Szent Márton ünnepnek a csúcsa, hiszen ekkor vannak a legjelentősebb egyházi ünnepek is. Maga a vesperás, így van, a püspöki szentmise, illetve a lampionos felvonulás, ami ugye a legfontosabb hagyomány évről évre. És ezen a hétvégén van november 9-én a városnak a legfontosabb díjátadó ünnepsége, maga a Szent Márton díjkiosztó gála, amikor is a város legfontosabb kulturális, gazdasági, oktatási életmű díjait osztják ki évről évre. És természetesen a Szent Márton hétből nem hiányozhatnak a populáris programok sem, amelyek azért egy bizonyos nívón, egy bizonyos minőségben, de hozzájárulnak az ünnep sikeréhez. Én most ezek közül után a legfontosabbat emelném ki, ez lesz maga a záró program november 15-én, Presser Gábor látogat egy nagyon speciális koncerttel az Agora Művelődési és Sportházba. Ez egy speciális ez? Nagyon intim koncert lesz, ugye Pici bácsi nevezhetjük így, hiszen a Magyar Dallapján úgy gondolom nagyon sok szombathelyivel közeli kapcsolatba került, így velünk szervezőkkel is. Egy 100 zongorával jön, uh-huh. egy énekessel, Falusi Mariannal, és az ország legjobb szájharmonikásával, Szabó Tamással, akik hárman fogják a legjelentősebb Presser darabokat ebből a hatalmas életműből előadni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes koncert vár mindazokra, akik november 15-én ellátogatnak a sportházba. Már csak azért is talán, mert mondod, hogy nagyon családias és intim lesz, mégis egy nagy térben, de ez mindig érdekes tud lenni. Várhatóan uh-huh. nagyon sokan leszünk, úgyhogy mindenki igyekezzen a jegyvásárlásra. Uh-huh. Ami van még egy. Van még egy, igen. Ami egy fontos dolog, hogy a Szent Márton ünnep kapcsán a társintézmények is mindig kitesznek magukért. Tehát ez az Agora, amellett a nagyon sok programot szervez és koordinál, természetesen a város egyéb intézményei is részt vesznek. A két legfontosabbat kiemelném, ugye említetted te is, a Szavárja Múzeum szervezésében a Vasi Múzeum faluban a Szent Márton napi nagyvásár november 9-10-én, illetve a szimfonikus zenekar is folyamatos partnerünk. Egy programot hadd emeljek ki, mert kettős lesz a Szent Márton ünnepben, Petró János, a zenekarnak a talán legfontosabb karnagya, ad egy romantikus koncert estet majd november 8-án, tehát a társintézmények is kiveszik a részüket a Szent Márton ünnep szervezéséből. Ha már zene, akkor talán érdekes lett kiemelni dr. Pám László egyházmegyei zeneigazgató orgona koncertjét a Szent Márton templomba. Ez talán újdonság? Nem, évről évre megjelennek az egyházi zenék is specifikusan, és a Szent Márton templom ennek egy állandó helyszíne. És hogyha már zenénél vagyunk, akkor egy másik zenei ágat hadd emeljek még ki november 8-áról, hogy ismét újra indul Szombathelyen a táncház. A táncház mozgalom, ennek voltak hagyományai már korábban, a főiskolához, az egyetemhez kötődően, majd az Agórában is megjelent, most egy kicsi szünetet tartottunk, de november 8-án kollégáink segítségével ismét táncház, a Fondor zenekar érkezik majd, és remélhetőleg forró hangulat lesz majd az Agóra Pince Galériában. Már a hét elején is érdemes egy picit körülnézni, egy kicsit kanyarodjunk ide vissza. November 4-én lesz egy fotókiállítás, mit kell elő tudni. Így van, ez lesz a nyitó eseménye a Szent Márton ünnepnek. Eshorvát Ildikó és Stekovics Gáspárnak egy nagyon exkluzív kiállítása, amelynek bizonyos részletei már megjelentek Budapesten,
a művészetek palotájában szintén ők állítottak ki. Ez úgy gondolom egy nagy elismerés szombathelyi alkotóknak, és ennek a kiállításnak egy parafrázisát hozzák most Szombathelyre, amelyben még élő kortárs író költők portréit láthatjuk majd Stekovics Gáspár fotóin, és ehhez, ezekhez az írókhoz, költőkhöz kapcsolódnak S. Horváth Ildikó részkarcai egy-egy művük által, és az egésznek a vezérfonala, és ez nem erőltetett egyáltalán maga Vörös Sándor, ugye a centenáriumi év kapcsán fontos megemlíteni az ő szerepét, hogy ezek az írók, költők, akiknek a portréi megjelennek a falakon, ezek mind valamilyen formában kötődnek Vörös Sándorhoz, és ezt majd a Mennyitón Fűzfa Balázs el fogja mondani mindenkinek, úgyhogy erre is érdemes eljönni. November 4-én este 6 órakor hétfőn nyílik hivatalosan a Szent Márton ünnep. Szent Márton nyomába is útnak indulhatunk, megismerkedve egy kicsit vele, kóstolókkal, ha már itt a kulináris élvezetekről is szó volt. Honnan indul és ki fogja vezetni ezt a sétát? A Szent Márton séta az hagyományosan Orbán Róbert vezetésével, aki úgy gondolom egy oszlopa a Szent Márton kultusznak most már évek, évtizedek óta Szombathelyen. A hagyományos találkozópont az pedig mindig a Szent Háromság szobor, innen fog indulni majd november 6-án maga a séta, és ha már kulináris gasztronómiai élményekről esett szó, anélkül, hogy megnevezném a vendéglátóegységeket, érdemes Liba Csemejék után érdeklődni Szombathely különböző éttermeiben ebben az időszakban. Zárásképpen, de én mindenképpen szeretném, hogyha egy pár gondolatot beszélnénk Szent Márton útjához kapcsolódóan, az Ókeresztény útról. Erről mit kell tudni, milyen útvonal kerül be most ebbe a Szent Márton európai kulturális útvonalba? Gyakorlatilag. Így van, három nagyon jelentős ókeresztény központ ott kötött össze ez az út. Egy szintén Orbán Róbert nevét kell megemlíteni, aki ennek az ügynek a szóvivője lesz majd az Agora Szalomban november 5-én kedden délután 5 órától. És ez egyben annak a fontos projektnek, a Via Santi Martini, az Európai Szent Márton kulturális útvonalhoz kapcsolódó téma, ami most már évek óta terítéken van, és remélhetőleg még a következő években is terítéken lesz. És nem csak 2016-ig, ameddig ez a bizonyos jubileumi év zajlik, hanem még utána is, hiszen Szombathelynek én úgy gondolom egyrészt egy nagyon fontos emléke, nagyon fontos hagyománya a Szent Márton ünnep, de egy nagyon fontos kitörési pontja is, akár kulturális, akár város marketing szempontból is. És ráadásul ez az út, ez az ókeresztény út középkori jelentős emlékeit is érinti, tehát itt szinte az egész Nyugat-Dunántúl, de legalábbis Vas megyéhez kapcsolódóan sok-sok város bekerül egy olyan kulturális körforgásba, ami talán célja magának, ha már az Agorával kezdtük, az Agorának, aki pontosan ezeket akarja visszahozni, ezeket az eseményeket, például ilyen a táncház. A Szent Márton nap után, vagy a Szent Márton hét után, mik azok a legfontosabb tervek, amik lehet, hogy még ehhez kapcsolódnak, vagy már a jövőbe tekintenek? Ha erről lehet valamit így homályosan. Abszolút. Ilyenkor vissza kell kérdezni, mennyi idő van. Még van egy pont egy percünk van arra, hogy ezt nagyon-nagyon sok program vár még a szombathelyekre december végéig, hogy most egy behatárolt idő szakot mondjak. Ugye a Szent Márton itt november 15-ével zárul, de természetesen nagyon sok koncert, előadás, de én inkább két jubileumot emelnék ki, amit az egyiket ide is kapcsolhatjuk, a 40 éves mozi jubileum, ami nagyon fontos, és szinte Szent Márton hét eseménye november 14-én az Art Mozi Országos Egyesület gyűlése, illetve a Psziché című film, ugye Vörös Sándor művén alapuló filmnek a vetítése ünnepli majd a mozi 40 évét, ami külön egy hosszabb folyamat, egész évben zajlottak a különböző mozis programok, de ez a nap lesz a csúcspontja. A Nemzeti Kulturális Alapnak a főigazgatósága is Szombathelyre látogat ez alkalomból. És ha már tovább megyünk Szent Márton héten, akkor 50 éves lesz november 23-án az Agora Művelődés és Sportház, annak is lesz egy ünnepi gálája, úgyhogy most a jubileumok jegyében telik az Agora élete, és hadd hívjam fel a figyelmét mindenkinek, hogy ezeket a programokat megtalálja a vadonatúj www.agoraszavarja.hu weboldalon is, ami néhány napja indult el újból. Ehhez is gratulálok, és köszönöm szépen igazgatóhelyettes úr Szabolcs, hogy ezeket nekünk elmondtad. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőinknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmét, ennyi fért a mai műsorunkban, hamarosan következik a Híradó, további jó televíziózást, viszontlátásra!
műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.